A műsor média partnere a Népszava. Jó estét kívánok! Lórán Lenke, az örök ifjú művésznő, aki mindenütt jó kedvet terem. Azon komikusok közé tartozik, ami egyébként ritkaság, akik a magánéletben is jókedvűek, mert elég sok savanyú van közöttük, de Lórán Lenke, ahogy most is, állat nagyon gyakran nevet. Tényleg mindig nevet szinte? Tehát, hogy... Hát, meg kell valljam őszintén, hogyha pláne az ember ilyen értelemben monitor előtt van, akkor különösen nevet, de általában az életemet mosolyal és nevet. Adj Isten, hozzá akarnak szólni a beszélgetéshez. No. No? Lenke, nem tudom rólad elképzelni, hogy mi volt az a rossz csontság. Ugye neked volt egy mestered a balettintézetben, a Nádasi, vagy Nádasi Ferenc, aki azt mondta neked, hogy legyél inkább kalapos. Nyissa kalapszalont a Váci utcában, hogy állítólag olyan rossz csont voltál. Miből állt ez nem a rossz is tudom, csontság? Most egy olyan múlttal rendelkeztem az operaházba, egy ilyen hatalmas egyéniség keze alatt, a Nádasi mester alatt, 4,5 évig, hogy akkor is a rosszaság tört ki, hogy tudod, hogy a kis balettpatkányokat oldalt a vizénél, a rudnál, ott fogtuk a rudat, csináltuk ezeket a kis batőket előre, akkor meg kellett fordulni másik oldalra, és ezt a batűt én, aki addig a hátam mögött volt, vagy előttem volt, azt meg hátam mögé került, és én teljes mértékben fenéken billentettem. Tehát kihasználtam a rosszaságot. Mert hogy ez úgy jó lesz? Igen, tehát? Igen. Hát, hát akkor miért ne? Hát miért legyen unalmas lábdobálás és fordulás? Ez volt az egyik, aminél már fölfigyelted a drága, zseniális mester rám. Utána volt egy, kettő, három kvadril, ugye a harmadik kvadril. Hát az eléggé erdja volt a harmadik kvadrilba táncolni, de a négy legcsintalanabbat tette a harmadik sorba, ami azt jelenti, hogy nálam mindig volt egy hatalmas bot, és avval ütötte a taktust. Na most, amikor azt mondta, hogy zsöté a harmadik sorba, akkor mindenkinek jobbra kellett ugrani, természetesen, ha egy már balra ugrott, már összement a másikkal. Lekopogta ezt a harmadik sort, és azt mondta, ti vagytok az én koporsó szögeim. Lórán, neked jobb lenne, hogyha kalapszalont nyitnál a Váci utcába. Ez 3,5 vagy 4,5 év után ezt kapom én, aki a Seheregádéba szétválasztottam a Szalai Karolát és a Bradar Rezsőt, néger szolgának, aki én, aki cigány kerekeztem a Kopéliába, ezt kapom én, hogy nyissak. Hát vérig sértődve hazamentem, édesanyámnak elmondtam, őszintén. De mi ezt így? Ezt így, azt hogy is, hogy rakoncertalankoztál? Azt nem, én csak... Azt, hogy azt mondták neked, hogy nyissák igen, a igen, és akkor anyám bejött még délután, én addig kimárakoztam az ő magániskolájának az előszobájába, majd anyám kijött, és azt mondta, hogy hát igen, hát azt mondta a mester, hogy hát te tudsz táncolni, tehetséges vagy, de a közösségbe képtelenség veled dolgozni. Úgyhogy akkor én másnap fölmentem operába, volt mindenkinek egy kis ilyen fiókja, összepakoltam a kis bőröndömbe a holmikat, és távoztam. De közben megszakadt a szíved, vagy tojtál az egészre? Nem, nem, érdekes, érdekes. Talán azért rosszalkodtam, mert a harmadik kvadril talán nem tetszett nekem. Mert hogy rögtön a igen, hogy mindjárt biztos, volna? Igen, igen, de rosszalkodtam, rossz voltam. Hiába voltak ilyen nagy szerepek a hátam mögött, nem éreztem magamat ott, hogy én itt valaha labdába tudok rúgni. Úgyhogy elfogadtam ezt a dolgot, és távoztam.
Ez és a Makai Margit színi iskolájában jól érezted ott magad? Ott nagyon jól éreztem magamat, mert oda privát, 3-4 növendéke volt, és egy ilyen véleménykutatás folytán én ott megjelentem, és elmondtam a leányka tavaszát, és ő befogadott engem a 3-4 növendéke közé. Úgyhogy akkor már volt egy olyan, hogy hát prózában azért, hogyha meg tudok szólalni már, és tudok valamit beszélni, akkor hát mégis inkább itt maradok. Úgyhogy a balettet viszont egy életen át áldom, az operaházat, és főként a Nádasi mestert, mert egy olyan mérhetetlen magabiztonságot adott az a 4,5 év, a fegyelem, a balettiskola, a statisztálás a nagy operákba, hogy ez olyan magabiztonságot adott, amikor először színpadra léptem, hogy nem lepődtem meg attól, hogy van függöny és nézőtér. Ez egy nagyon nagy, boldog iskola volt számomra. És a Makai Margitot kimondottan szeretted? Igen, igen. Ő is szeretett engem, még privát meg is hívott ebédre, és őtőle tanultam meg azt, hogy bableves volt, és nyers hagyma volt a szelbe a tányérba, és arra lett a forró bableves rá merve, és pirított kenyér volt mellé kis tányéron oda téve. És én azóta úgy adom, hogy hajszál vékonyan lila hagyma vagy fehér hagyma, és arra forró bableves, fölséges. Gyerekkorodban is nagy kajás volt? Nem, különösen nem. Hát ugye az életemet, mint gyerek, az operában fegyelmezetten kellett leéljem. 10 órai reggeli befizetett ebéd, vacsora, parizeres zsömle. Úgyhogy ez nem volt 10 év központi kérdés az étel. Mikor lett? Hát talán amikor már úgy felcseperedtem, talán amikor megéreztem az uborka saláta ízét, a rántott csirke ízét, ez már olyan 20 éves koromban volt. De hát addigra már fölléptél az Operett Színházban, rengeteg, hát igen, bizony, az 43-ban volt, amikor először fölléptem a Boldogpesti Nyárba, Turay Ida helyett ugrottam be. Tehát akkor az már nem a harmadik sor volt. Nem, akkor már teljesen, totálisan. És hogy kerültél Turay Ida helyett ott? Kérlek, hát azért Turay Ida meg akkor már jó nagy szár. Persze, és én 42-43-ban voltam, mondta, hogy 15-16 éves. Előttem volt egy éjjeli zenefilmem, amiben elég nagy szerepet játszottam. Micsodát? Én voltam a legrosszabb kislánya az éjjeli zenében, a Bilicsének az 5 kislánya. Hát akkor helyben voltunk. Igen, a rosszasággal, akkor azt kamatoztatni érdekes, lehetett. Úgy látszik, ez húztam magam után ezt a vonót, meg ezt a kötelet, hanem amikor beugrottam a Turay helyet, akkor ezt el kell mondjam, mert ez azóta is egy emlékezetes csoda, hogy a Makai Margit mindig arra 3-4 növendékére az ő hatalmas Pozsonyi utcai, illetve harmadik, negyedik emeleti lakásába, két hatalmas szoba, egy nagy hall, az ő hálószobája, nagy erkély, még fényképem is van róla, arra meghívta nem kisebb személyiségeket, mint Fényes Szabolcs, Harsányi Zsolt, Egyed Zoltán, Németh Antal, és azok ültek a nagyszobába ott hátul, mi pedig a hall részbe hárman, négyen előadtunk kis jelenetet, én a leányka tavaszát azt szavaltam el, hogy ne szígy, anyácskám, édesom, ne szígy, csak a kertben voltam délután. A kert aján kinyílt a tulipá, ez volt az egyik, és a másik a Charbutnak volt az Asszonyok című, hogy négy nő kártyázik és veszekszenek és pletykálnak. Lemegy ez a bemutatkozás, mi ott hátul, ők ott, kis kávé, meg megkínálás, és kérlek szépen, mit szól, mit nem az élet, felhívnak vagy értesítenek engem, hogy a Németh Antal igényt tartana arra, hogy én ott 50 pengőjére a következő évadba legyek, ugye, megint kvadril biztos, a harmadik kvadril, és beleszól a sors, mert a Turay megbetegszik, és minek után ott volt a Fényes Szabolcs is ezen a bekívott uzsonnán, Turay beteg lett, és akkor én lettem avizálva. Ott egy perc alatt beugrottam. De mi ott az uzsonnán szólt neked? Nem, a Margitnak szólt, a Makainak. Hogy biztos, valakit adjon, igen, már. Igen, és így bekerültem az Egy Boldog Pesti Nyárba egy olyan hatalmas, csodálatos
emberek, művészek közé, hogy Csortos, Honti, Latabár, és a Latabárnak voltam én, mint Tura Ida, a helyettes partnere. Na most képzeld el, hát megint jött vissza az operának a csodálatos magabiztonsága. Tehát nem is volt gyomorgörcs meg semmi? Semmi, is fogta a Kálmánka a kezemet, és irányított, és ment, és rögtön mindent, egy fiatal agy, még a prózát is meg tudta tanulni, meg a muzikát, hát operaház 4,5 év azért, a ritmus azért benne. Semmi olyan nem volt ezekben a nagyokban, hogy ki a fene ez itt a Tura Ida helyett? Azt nem, egyszer volt egy olyan, az alatt a 3-4 nap alatt, hogy gyorsöltözés volt ott a színpadon, és a Csortosnak volt egy kis pad, a gyorsöltözés, ahol a Turai átöltözött, egy kis pad, és ott a Csortos ült. És én ugye, mint fiatal csitri, gyorsan, ugye én ugyanúgy kellett átöltözni, 2 másodperccel, mint a Turai, és akkor a bottal cseszegette a zajtót, a Csortos gonoszkodott, és akkor én kikértem magamnak, hogy én még nem vagyok fölöltözve, de direkt bosszantott, hogy beleszúr ebbe a kis tücsökbe valamivel, megzavarja, megmaradt, míg élek ez az ember. De nem lehet, hogy ez feszültség volt, tehát hogy ez nem csak gonoszság volt, hanem tudom, hogy nem egy kicsit tudom. Így próbálta a te feszültség. Mert azért valami lehetett, nem hogy semmi, tudom, mai napig nem felejtem, mert ott ült a kispadon, itt volt az ajtó, és cseszegette a bottal azt az ajtót, csak hogy én időre, percre talán gyors öltözésben ne kerüljek veszélybe. A mai napig már nem is tudom megkérdezni, mert meghalt. Hát akkor miért nem kérdezted? Nem mertem, akkor mert gyors öltözés volt, tehát be kellett menni a színpadra. És mit kell csinálnod? Tehát, hogy ez sok dal is volt benne. Persze, táncon, két napot ültem volt az egyesbe például. Da-da-da-da-da-da-da-da kettesbe. Da-da-da-da-da-da-da. Erre emlékszem. Aha. Igen. És az, arra is emlékszem, hogy a Kálmánka, hát mondom, fogta a kezemet és irányított így, hogy jobbra kettő, előre, hátra, vissza, tehát annyira érezte azt, hogy most beléptem. Sőt, a akkori főrendező kiment a függöny elé, és azt mondta, kérem, tisztelt közönség, ma a Turai művésznő beteg, és helyette fogadják tisztelettel, mert egy fiatal színésznő fog debütálni. Úgyhogy ellettem adva már úgy, hogy nem jött nekem az első jegyszedő abban, hogy várnak kimbotta. És akkor többször is játszottad? 3-szor vagy 4-szer, és Dusika meggyógyult. És akkor elkenődtél, hogy Dusika meggyógyult? Nem tudom, akkor még föl sem fogtam, hogy miért gyógyult meg ilyen hamar, hogy történhetett ez, hogy ő meggyógyult ilyen hamar, eddig ilyen beteg volt, és utána Szabolcs leszerződtetett. Tehát végül is ott igen, fogtak ott az operatban. Igen, miért kerültél el onnan? Mert elég hamar azért elkerültél. Rengeteg. Most, ha azt kérdett tőlem, hogy én hány színháznál voltam, akkor meddig tart ez az adás? Hát egy óra, de hát akkor már körülbelül lement negyed óra. Igen, szóval még itt maradhatunk 3 órát. Hogyha most megkérdezed, hogy onnan hova kerültem, meddig, onnan meddig, rengeteg. Azt tudom neked mondani, nem sovinizmusból, de hogy a 6. kerületbe koptattam el az összes cipőmet, hogy Várkonyi, hogy Operettszínház, hogy Vidám Színpad, hogy Szinetár, hogy Sas Kabaré, hogy Operettszínház. A Szinetár az ugye a Petőfi Színház. Igen, volt, igen. Tehát az a, első hát szóval zenét, az 6. kerület, az volt szinte fókusz a olyan színházi. Voltam, mint Seres Rezső, aki meg a 7. nem szeretett kilépni. Tessék, engem meg úgy látszik a sorban. De várjál, egy időben viszont nem a 6. laktál. Nem tehát laktam. Tehát hűtlen igen. Volt. Nem hegyen laktam. Meg hegyen. A Vörösmarty téren is ott laktam. Ott 30 évig laktam. Na ugye. Igen. Hát akkor ez az 5-6 egymás mellett. Aha. Na, szóval, hogy de miért kerültél el az operetből? Már hát, hogy érted, hogy akkor hát, hogy elég hamar eljöttél. Igen, akkor kis szerepet játszottam a Luxemburgba, utána háború után nem játszottunk, hanem visszamentem valami kis szerepre, és a Várkonyi szerződtetett le háború után 47-ben a Művészszínházban, ezt konkretizálva. Mit mondod, hogy miért akar őt? Na most elmeséljem? Elmeséljem. Megint az van, hogy én olyanokat mesélek, azt hiszik, hogy hazudozok össze-vissza. Ez kérlek szépen 47-ben
A régi Broadway, ami most akarna Broadway lenni, na de hát az még messze van attól, az, akkor még az volt, hogy 47-ben mindenki örült a másiknak, amikor megjelent az utcában, hogy te még élsz. Akkor volt a Furman vűvek, ahol adták a valódi bort, a kolbászt, a zöld paprikát. Akkor volt a presszó, ahol kávé volt, felhígítva, de kávé volt. Az Arizona helyett volt egy presszó ott is. Tehát mindenhol egy-egy kis lukba történt valami üzlet, ahol az emberek leültek és várták a másikat. Mennyászki Ágival jártam az operába szintén együtt, aki már akkor a Várkonyinál volt szerződésben. És jön neki a színházból, ez 47-ben van, azt is tudom, hogy az Arzén és Levendulát játszották. Ez egy ilyen nagyon jó kribibóhoz. Igen, igen, és mentek a Ó utca sarkán volt egy kis kocsma, és mentek arra, és mondja az Ági, hogy nem jössz, mondom, hova? Azt mondja, megszületett a Várkonyinak a fia. Hát mondom, hogy hogy mennék oda? Azt mondja, gyere át, az egész színház ott van, gyere át, a barátnőm vagy. Hát megyek én is, megyek oda, kis kocsma, leülés, és becsület, úr Istenemre, szinte ez regénybe illő, hogy biztos ott mondtam valamit egyszer vagy kétszer, Várkonyi azt mondja, maga ilyen jó pofa az asztalnál, milyen maga a színpadon? Hát mondom, én nem tudom. Holnap jöjjön föl 11-kor. És akkor fölmentem másnap a művészszínházba, ki a magyar is, az igazgató, ő várt, azt mondja, tessék fölmenni a színpadra, kaptam egy koffot, tessék, csináljon valamit. Mondom, leányka tavasza, ne szígy anyácskám, édesom, ne szígy. Jó, rendben van, menjen föl a magyar is igazgató, írja alá a szerződést. De ennyi két sor után? Ennyi, csak kertben voltam, nyílt a kert, olyan kinyílt a tulipán, de becsület szavam rá, ő már előző este láthatott engem, hogy sziporkázok ott az asztalnál, hát akkor azt mondja, a színpadon mit tud-e? Kérlek szépen, akkor már forint volt, 700 forintra leszerződtettek. És ott csodálatos dolgokat játszottam a viszénél, a Várkonyinál, Bűn és bűhődés, Ida regénye, Atlanta, meg legalább 4-5 olyan komoly szerepet, amire mai napig emlékszem. Közben azért biztatnám a nézőket, hogy mert nagyon jó eldumálunk mi itt, csak hát ha valakinek mégis van kedve. Hát ha! Szerda este, 3-a, 44-51-349, itt vagyunk élőben, vagy pedig tv.fixhd címen, hogy telefonáljanak, szóljanak hozzá a beszélgetéshez, kérdezzenek, vagy mondjanak el egy élményt Lóra Lenkéről, hogyha kedvük van. Szóval, hogy lettél ebből te aztán végül is komika? Hát mert ugye te tényleg, ahogy elmondod, a művészszínházban volt minden. A művészszínházat ugye jól megszüntették államosításkor. Igen, hát elég sajnos, mert akkor a virágzó csodát csinált. És azt mondják, hogy ez egy egészen fantasztikus, egy, jó színház csodálatos volt. Csodálatos volt. Bizonyára a Várkonyinak az akkori műsorpolitikája nem tetszett a akkori kormánynak, úgyhogy onnan pedig én rögtön átlettem híva a Egrihöz, Egri Istvánnak a Szabin nőket játszotta a akkori Vidám Színházhoz, ami később Vidám Színpad lett. Úgyhogy megint a kerületben maradtam. Aztán onnan azt hiszem, egy picikét átmentem a néphadseregbe, kicsit a kerületet elhagytam, akkor ott megint Tartüffbe játszottam Dorinát, meg Hurránlányokba, a szovjet vígjátékba, szintén valamilyen rossz lányt, csintalan lányt. Hát egy olyan néphadsereg színházba tájoltunk a katonáknak, olyan Tartüff volt, hogy Szabó Sanyi volt a főszereplő. Igen, aki ugye Cyranóként lett híres, és aztán disszidált, tehát igen, elment az országot. De akkor még erről szó nem volt. Tehát ilyen Tábori Nóra, Szabó Sándor, Komlós Júci, hát szóval ott megint egy olyan élményben volt részem, hogy végigjártuk a katonák között az egész országot. És hogy viselkedtek a katonák? Örjöngtek, boldogok. Mert mint rossz lány vadít. Nem, mint Dorina, hát még a kosztümöm is olyan volt, hogy kisé kivágott, hát úgyhogy aztán ennél többet, mint szolgálólány nem tudtam produkálni Molière szöveg után. Szóval kalandos élet volt az én művészi. De akkor már férnél voltál egyébként? Azt kérlek szépen, ekkor ez volt az 48 körül, 48-ban ismertem meg az én drága Lacimat, első férjem Lemhényi
Dezső olimpikon volt. Egy olimpiai bajnok igen, is volt. Igen. Vilipólos. Avval csak olyan értelemben voltunk jegyesek és házasok, hogy ez régi szlogen, de ez az igazság. Aki ismeri a sportot, az tudja, hogy 365 napból 350-et a vízbe tölt, és a többi a magánélet. Hát ez nem jött. És akkor az élacim ott megismert engem. A Telacit Kozák László színész. Igen, az megismert engem ott a Szabinnőkbe. Ott a 350 igen. Szabad napodon. Igen, az egyiken. És aztán ebből egy nagy szerelem, egy boldog szerelem lett, és aztán házasság, ami hát 50 évig tartott bizony hosszan, ebből van egy csodálatos fiunk, és változatlanul csak szépet tudok mondani, úgy a karrieremről, mint a magánéletemről. Jókedvűen, kellemesen, nem mondom, hogy nincs olyan konyha, ahol nem zörög a tányér, de hát az mindegy pillanatig zörög, utána úgy tányér jön föl, és nem érdekel. Mikor dobálsz tányért? Mi kell az, hogy egy tányért, hogy zörögjen a tányér? Én mindig csöndben voltam. Én mindig, na most ezt úgyse hiszem el. De hidd el, én nem szóltam soha vissza, mert annál nagyobb bosszantás egy másiknak, hogy nem szólsz vissza, a földön nincs. Ő csak mondja magáért, lehet az kollega is, vagy bárki, lehet az a fér is, elfárad abba, hogy mondja, és te nem szólsz. Na most ezt én nehezen tudom elképzelni, hogy te hallgatsz. Én hallgatok. Én nem teszek még két lapáttal a tűzre. De várjál, ő mondjuk üvöltött is? Nem, hanem mérges volt, és a legnagyobb méregbe úgy jött ki, hogy a szobája altaját úgy becsapta, hogy csodálkoztam, hogy még nem esett ki. Ebben le volt zárva az egész méreg. Ő befejezte a témát. Csak ott nyugodtan így? Nyugodtan, szépen, igen, csöndben, szépen. Tudtam, hogy ő úgyis azt fogja mondani két nap, hogy ne haragudj, ezt mindig be de is. Két nap múlva, de te akkor két napig két, és akkor csak az, hogy reggeliszünk, és hogy mi újság, próbára mész, igen, jó, és mikor jössz, majd nem tudom. Jó, el volt intézve. Ne felejtsd el, hogy két színész két színházba játszott. Tehát két időbeosztásba sem stimmeltek. Hát akkor majdnem összejött, mint a vízipólós. Hát persze, akkor te ezt szereted, ha hát nincs melletted a pasti. Ezek szerint én jártam a világot, én jártam az országot, a világot. Ő játszott a színházba, ment filmezni, televíziózni, járta a másik világot. És amikor találkoztunk, mindig boldogok voltunk, hogy látjuk egymást. Ez is egy jó házasság titka. Na. Van egy telefonunk, jó estét kívánok, Lóra Ellenke, Bóta Gábor, parancsoljon. Halló, jó estét! Hát most ezt nem halljuk, kérem. Jó estét, Sós Ákos vagyok, érdeklődni szeretnék. Halló? Igen, igen. Szeretném megkérdezni a művésznőtől. Ki az illető? Igen, Ákos, igen. Igen, halljuk. Szeretném megkérdezni a művésznőtől, hogy milyen viszonyban áll a díjaival. Már hogy érzi, hogy milyen viszony? Azokat a díjakat, amiket kapott. Én boldog vagyok mindig, ha díjat kapok, mert az a saját személyemnek és a saját munkámnak szól. Minden díjnak boldogan örülök. Azt tudom, hogy talán Sas József még Kossuth díja is föltelhetett, igen, nem? Igen, nem kaptam. Érdemes művész ígérő. Érdemes vagyok, igen. Igen, még? Igen? Még azt kérdezném, melyikre a legbüszkébb? Én minden díjra, drága uram, büszke vagyok, mert az azt jelenti, hogy elismerték azt, hogy ezen a pályán szívemet, lelkemet, minden erőmet a színpadnak adtam oda és a közönségnek. És ez a díjaktól függ. Hát akkor köszönöm szépen a kérdést. Megkérdezhetem még, hogy melyik filmjét szereti a legjobban? Hogy melyik díjat? Nem, melyik? Melyik filmjét? Filmet. Ja, melyik filmet? Jaj, a Teketóriát imádom, mert ott olyan szentimentálisan éneklem, hogy találkozás egy régi szerelemmel, és a hátam mögött 200 tagú filharmonikusok húzzák, hogy még én is sírtam, amikor előadtam ezt a számot. A Teketória című film. Akkor köszönjük szépen, viszontlátásra. Köszönöm. És várjuk az újabb telefonokat 44-51-349 vagy tv.fixhd-n a Skype cím. Szóval te
Tehát magyarul te szerettél azért szabadon flangálni. Igen, igen, meg is volt engedve. Úgy, hogy megengedtem a drágámnak is, de tudtuk, hogy mi mindig együtt, mindenhol egymásra számíthatunk. Tudod, milyen nagy dolog két színésznél, hogy ő a Víg Színház tagja volt, én a Vidámé, és bármelyik pillanatban ő hozzám bejöhetett a színházba, és én bemehettem az öltözőjébe. Mert lehetett sejteni, hogy nem lesz az öltözőben más. Igen, de nem is sejtel, de tudták, hogy én vagyok neki, ő nekem. Nem is gondoltak rá. De ámol ez egy nagyon nagy csodálat volt. Hát bármikor, tehát nem semmiféle mellékút vagy valami, hát örült az ember, hogyha hazament. Volt egy régi mondás, miért egyek én az utcán hotdogot, amikor otthon rántott csirke vár. Nem így van. És ennyire jó volt? Hát ezek szerint igazol a tétel. Uh-huh. Te, és végül is akkor hogyan tudtad átélni, hogy meghal? A Jóisten kegyes volt hozzám, mert felkészített arra, hogy el fog menni. És amikor az utolsó egy vagy másfél vagy egy hónapot töltött már a Kútvölgyibe egy szobába egyedül, minden nap 10-től ott voltam vele, este 6-ig. Uh-huh. Én nekem be volt az ágyával szembe egy fotőt téve, és annyira figyelmes volt még az utolsó pillanatban is, hogy mondtam, hogy kimegyek az erkélyre, elszívok egy cigarettát, és akkor itt fölemelte a kedét, és azt mondta, nem egyet, kettőt. Tudta, hogy cigarettázom. Tehát még ott is olyan figyelemmel volt, gondolatban, lélekben, hogy tudta, hogy erősen cigarettás vagyok, és hogy ott ülök, és olvasok, vagy retvényt fejtek, de szemben van velem, ő az ágyon, nem egyet, kettőt. A kezeim között távozott az élők sorából, nyugodtan, békésen egy könycseppel a szemébe, ami felejthetetlen volt, ami olyan tekintet volt, hogy én mindenkinek kívánom, hogy ilyen békésen, ilyen mérhetetlen szépen menjen el a másiktól 50 év után. Nem volt se fájdalom, semmi, csak tekintet volt, és egy könycsepp volt. És az, hogy ott voltunk, ott volt a menyem is, előtte a fiam is, tehát közülünk távozott, és nem úgy mentem be, hogy üres ágyat látok. Ami végtelen nagy köszönet a Jóistennek, hogy a kezeim közül ment el ilyen békésen. És akkor aznap este már, mint mindig játszottam, és tudták, hogy a Laci milyen beteg, és mentem a társalgóba, és föl akartak állni, és mondtam, nincs semmi, semmi, nincs beszéd. Ugyanúgy tovább piros ruhába jártam, tovább zöld cipőt vettem föl, nem tartozott senki, hát egy műfajban 30 embert, az én lelkiállapotom nem presszionálhat arra, hogy ott zokogás és részvétem legyen. Nem, nem. Minden úgy ment erre is az egekbe, fönn valahol valaki adott erőt, hogy én így átléptem ezt, és így meg tudtam csinálni. Felkészített arra, hogy el fog menni, ez egy nagyon nagy dolog. Szomorú, de így van. Van újabb telefonunk, jó estét kívánok! Szép estét kívánok, Töröcsik Antalné Mária vagyok. Jó estét! Igen, hallgatjuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi idős az unokája? Na most, hogy én vártam a kapcsolnak ezt a gyönyörűen szép, bocsásson meg vagyok 60 nagyon, mert én 2 éve is begyűltem meg. Olyan szépen mondja a művésznő az egészet, hogy ezt tanítani kellene. Köszönöm. Óriási élmény volt számomra ez, és köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt a nagy adományt, de most azért visszatérnék az unokájára. Akkor beszéljünk most a Vidámba. Igen, láttam a tévében, a kis, hát olyan kislányka volt, és bűbájosan. Mamival, hogy most mi lehet. Na, hát akkor mi van? Válaszolhatok a kedves hölgynek, az én drága kis emesém 24. évibe jár, ha jól tudja, az a szenilis nagyanyja, és
pszichoanalitikusnak készül, és azt hiszem egy éve van még, és utána gyakorló lesz. Tehát a családban végre van valaki, az én lelkiállapotomra tud vigyázni, és nem kell érte fizetni, hanem ott van személyesen. És tényleg vigyáz is? Hát de ugye néha úgy kutatja, hogy milyen állapotban van a lelkem. De, szóval, egyébként te jó nagymama voltál? Nem, én mindig Dudi voltam, és soha ilyen nagymama nem volt. Úgyhogy a hölgynek válaszolva... Igen, emlékszem erre is. Igen? Drága művésznő, nagyon köszönöm. Mi is köszönjük. Önnek egészséget. Köszönöm. Köszönöm. Jó Isten áldás. Önt is, drága barátnőm. Isten áldja. Isten áldja. Köszönjük szépen a telefonját, viszontlátásra, és várjuk az újabbakat, 44-51-349, vagy tv.fixhd. Látod, hogy a halálról is hogy lehet Skype-on beszélni, és milyen megkönnyezve válaszolt a hölgy, hogy én milyen szépen beszéltem, mert egy halálról is lehet úgy beszélni, hogy az ember a szívét úgy adja ki, hogy az nem fájdalmas, hanem az elmúlásba beletörődik. De hát ilyen kegyes volt nálam, de hát hallottam. De utána is ezt te így tudtad, tehát belül is így tudtad egyébként ezt viselni, vagy ez csak kívülre? Nem, minden pillanatban, ő az egész lakás jelen pillanatban, és az összes fényképek, minden ott van az én szobámban, emlékek, az 50 évnek bizonyos momentumai lefényképezve, körül vagyok véve velük és vele különösen. És beszélgetsz hozzá? És beszélgetek. Én nekem van egy 150 éves imakönyvem és egy keresztem, és úgy beszélgetek, hogy Istenem segíts meg, Sacikám, vigyázzon rám és a családomra, és legyen egészségem, adjál erőt. És van olyan, hogy úgy érzed, hogy visszaszól? Nem, hanem ha meg vagyok győződve, simíts meg és segíts rajtam. És akkor meg vagyok győződve, hogy meg vagyok simítva, és akkor elindulok, ugyanezt elmondom. Hazamegyek innen, megfogom azt a 150 éves imakönyvet, és azt mondom, hogy köszönöm, sikerült. Ha nem sikerül valami, akkor azt mondom, bocsánatot kérek, én voltam a hibás, de az kevésbé fordul elő, mert nem úgy viselkedem, hogy ne sikerüljön. Nem akarom, hogy ne sikerüljön. De ez egy valami egész fantasztikus buddhista, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a hitet, hogy egy könyv, egy imakönyv és egy kereszt, és egy fohász valahova oda föl, és érzed azt, hogy segít majd. Nem tudom, hogy hívják. Egyébként te vallásos vagy? Különösen nem. Ebben a két dologban vagyok. Csak ez, ami a napi olyan reszortom, amit minden nap megcsinálok. Étkezés, érkezés, elindulás, érkezés. Ezt megcsinálom. Te, és hogyha egyszer mondtál nekem egy mondatot, most nem tudom, pontosan jól emlékszem rá, hogyha nem vagy jókedvű, igen, akkor azért leszel jókedvű, hogy jókedvű legyél. Igen. És hogyha jókedvű vagy, akkor viszont ráteszel még egy lapát. Igen, hát nem véletlen. De hogy kell ezt csinálni? Tehát mondjuk én lógatom az orromat, tudom. Tehát én aztán olyan, Isten igazából tudok, még olyan depressziós is tudok lenni. Sokan nem, tehát rajtam se nagyon látják. Igen, de attól még tud, de attól még tudok. És akkor hogy kell csinálni, hogy mondjuk érzed, hogy fáj a lábad, vagy kicsesztek veled a színházba, vagy nem tudom, tehát valami, és amúgy lógatnád az orrod, és akkor hogy jön föl az az orr, hogy már nem lóg? De ez egy egész furcsa dolog, mert az én drága barátnőm, a Zsuzsika, a komédiás Zsuzsikája, az nem egyszer azt mondja, hogy nem láttalak két nap óta, nem jöttél le, gyere azonnal le. Beszélj. Ez ugye a Törzs kávéházban. A második otthon. Véletlen a hatodik kerületben, igen, van szembe, ahol igen, van. Igen, nem veszel, csak szembe, át kell jöjjek az úton, Zsuzsikához. Mondom, nem megyek le, mert fel kell öltözek, és még pizsamában vagyok, és köntösben. Akkor is tessék öltözet, mondom, nem. Nem, mit csinált, mondom, nézem a tévét, és ingajáratban vagyok a konyha és a tévé között. Na jó, hát... Meg a hűtőszekrény között, azért azt is beszoktad venni az ingajáratban. Minden van abban a hűtőszekrényben, ami a vigadalmat adja vissza. És szóval azt mondom neked, hogy van úgy, hogy nincs erőm hozzá, hogy lemenjek, de ugyanakkor a kedélyem jó. De abban a pillanatban, hogyha kiteszem a lábamat a lakásból, és megyek valahova, veled találkozom, vagy X-el, vagy Y-nal, vagy a Zsuzsiékhoz lemegyek, már
abszolút topon vagyok. Nem azért megyek le, hogy szervusztok, mi van? Hát erre nincs szüksége senkinek. Rögtön letolok, mindenki terelted. Miért van ez a kabát? Én még ilyet nem láttam. Hol van a vizem? Kérek egy decibort. Hát mi, ennyit kell várni az is, a Tokajban hozzá. És szóval már abban a pillanatban van egy ilyen, hogy mondjam, nem szereplési vágy, hanem el is várják tőlem azt, hogy csináljam már azt, ami én vagyok, hogy jókedvű legyen a társaság körülöttem. És ez mindig be is jön. Mindig be is jön. Csak ha lemegyek, akkor egy más dimenzióba lépek át. Megbeszéltük Sas Józseffel, hogy fölhívjuk, mert akkor őt is, tehát kérném a kollégákat, hogy hívjuk föl, mert őt is kérdezzük, hogy akkor a Lenke az tényleg mindig olyan jókedvű. Igen, és hol van a Jóska? Hát otthon van, és elvileg azt is ígérte, hogy nézi is, úgyhogy majd meglátjuk. Ezek szerint nem nézheti, hogyha nem hív bennünket. De nem, azt beszéltük meg, hogy mi hívjuk. Úgyhogy ja, most a kollégák mindjárt jól fölhívják, és akkor majd beadjuk. Ugye oda csak át kellett menjél a mikroszkópba. Bizony, borzasztó boldogság volt, borzasztó. Rettenetesen jól éreztem. Tehát azért magam is költöztél egyébként, mert szeretsz oda költözni, ugye a színház környék. Azért költöztél oda, hogy csak át kell menjen az úton? Ne, akkor még nem tudtam a tragédiát, hogy kár volt oda költözni. Mert hogy a mikroszkóp ugye megváltoztatja azért. A profilját. Már itt is van Sas József. Szia! Halló! Szia! Szia! Édes drága Lencsike! Hogyha valaki, halló, be van kapcsolva? Igen, abszolút be vagy kapcsolva. Hát, hogyha valaki ezt a műsort látja, és látja Lórán Lenkét, szervusz, csókollak! Csókollak, drága! Valaki látja ezt a műsort Lórán Lenkét, az engem úgy irigyelhet, hogy 10 évig én ezzel az emberrel voltam egy színháznál, és ezzel a tündérrel szívtam egy levegőt. Te és mindig... Meghatározhatatlan műfajú csoda. Nem lehet tudni. Ő nem szubret, ő nem primadonna, ő nem jazz énekes, de ha akarod, együtt mind a három. Ahogy az előbb a Broadway-t elmondta, az egy drámai magánszám volt. Ahogy a szemét néztem, ahogy beszélt a Várkonyiról, az egy másik pillanat volt, és ahogy elmondta a lányka tavaszát, ott megszólalt egy 6 éves kislány. A Lencsi mindenre képes. Egy különös kapcsolatunk van. Bizony. Mert minden nyáron, én amikor ő Hévízen nyaralt, akkor én mindig meglátogattam, és ott mindig 2-3 napot együtt eltöltöttük. Volt egy eset, amikor feküdt az ágyon, én mögé lopakodtam. Igen, igen. És ő nem tudott fölkelni, nagyon nehezen kelt fel. Egyszer csak egy kéz a fenekénél fogva fölnyomta, fölháborozott a hátra, nézett, hogy ki az? Hát én voltam. Igen, és ezért mentem Pestről oda. Igen. A Lencsivel együtt lenni egy boldogság, igen, egy igen. Öröm. Nincs még egy ilyen ember, akit én valaha ismertem, a nagybetűvel színész. Édes Jóska. Mert ahogy most ő ott ül, ahogy néz, ahogy beszél a drámáról, a nagy, az élete tragédiáról. Jó főnök volt a Sas. Ahogy beszél az örömeiről, a nem boldogságáról. Nem tudom elmondani, hogy... Az egy egyedi eset, ilyen nincs több. Egyre kérlek téged, Bóta Gábor. Igen. Amikor majd megy el, akkor nagyon kérlek, nézd meg a hátát, mert biztos, hogy van neki 2 szárnya. Jaj, de drága! Mert ő egy angyal. Drága. Józsikám, most itt az éteren keresztül üzenem neked, hogy az imént említettem, hogy szívem egyetlen sarka volt az, hogy szembe át kellett menni, és ott 10 évet eltöltöttem boldogságba, barátságba, intimitásba. És ezt nem felejtem el neked, akárki, akár mit mond, az a 10 év az életemből egy mentő volt, amit te gesztusként a kezedet nyújtottad. Ugye, amikor megszűnt a Vidám színpad. Igen, egy gesztusként a kezedet nyújtottad, és én ott boldog voltam, és a belső barátnőd voltam, aki intimitásokról is tudtunk beszélni a színpadon kívül. Azon kívül, hogy vitted az életbe bele a színpadon a lelkedet, és még rám is rám sugárzott ez a Lencsike, fordítva van, fordítva van. Nem fordítva van. Nem, hogy nem. Nekem volt öröm, hogy te ott lehet. Szerintem mindkettőtök öröm. Ez kár, figyelj ide!
Ha én te veled nem lehettem volna együtt, akkor szomorú 10 évem lett volna. Én nekem csókollak milliószor, és hagylak továbbra is, és szerepe, és mondd el végig a lányka tavaszlát. Köszönjük szépen. Csókollak, drágám. Szia, köszönjük a telefon. El tudod mondani végig a lányka tavaszlát? Nem, csak ennyit tudom, mert nem is akarták soha, hogy végig mondjam, már mondták, hogy elég. Neci, anyáskám, édesom, neci, csak a kertben voltam délután. A kert olyan kinyílt a tulipán, és a szilvafák, hogy nem tudom, növekedtek. Körülbelül egy sor kell, köszönöm elég. Hát ennyi volt, soha nem tudtam. Egyébként azt mondják, hogy ha elfelejted a szöveget, te nagyon jól kivágod igen, magad. Igen, igen, igen. Mit csinálsz ilyenkor? Nem tudom, akkor átfut rajtam valami olyan, hogy egyszerre mondom, most mi fog következni, hát akkor valami manérral, kézvizével tudom elterelni a dolgot, és akkor abban a pillanatban visszajön, szóval legyen az az egy másodperc, és visszajön. Hát rendszerint... És ha mégse? Hát akkor nem, akkor botrány van, akkor botrány van. De akkor mondasz valami más, nem? Igen, mondok más, akkor másik nem tud válaszolni. Ha nem ismer a kollega, hogy mondok valami más, akkor megáll a jelenet. De ha volt tudja, ilyen? Volt hát ilyen? Persze, volt ilyen. Mondj, de másiknak is volt ilyen, és akkor én segítettem ki. Az egyik kollégámnak azt kellett mondani, hogy most jöttem be az ajtón. Erre azt mondta, most jöttem be az ablakon. Na hát akkor válaszolj rá. És akkor azt mondja, ablakon, hát ebbe is volt csukva. Ja, nem azt akartam mondani az ajtón. Szóval ezek ilyen pillanatnyi nüanszok, amikor valami eszedbe jut és segíted a másikkal. Én például nagyon nevetős vagyok. Én már az Operett Színház komoly pénzt fizettem. Ja, hogy előadás közben elnevetted magad. De ugyám, hogy az embertelen. Honti Annával a 3 tavaszba játszottam már, amikor ott voltam tag. Honti az egy külön. Az külön 3 óra. Honti és az én barátságom. Az egy másik paszta. Hogy volt egy olyan, hogy az utolsó... Vissza fogunk hívni Lencsét. Visszahívunk, időnként visszahívunk egy órára, jó? És akkor csinálunk egy honti blokkot. És kérlek szépen, a 3. felvonásban az van, hogy én a Anci-Manci kalapos nő voltam a vízében, az Orfeumban, majd bekerültem a színész otthonba, és a Hanna, mint primadonna meglátogatta az ottani színésznőket, és mondta, Anci-Manci, én is ott voltam, mint ilyen öregedő színésznő, és akkor így egymásra burultunk, és valamit belesugott a fülembe, és a Hontira, ha rájött a nevetés, akkor keresztbe csapta így a lábait, és én nekem valamit mondhatott, hogy én zokogva sírtam, és úgy maradtunk, hogy ha, a szöveg nem volt, ő meg nagyon csak még jobban rátette egyet, hogy na, hát beszélj kis Anci-Manci, és én csak és itt másnap a próbatáblára ki van írva, hogy 200 forintot levonjuk büntetés a színpadi nevetés miatt, amit 12 hónap alatt a szerződés alatt fognak levonni. Mentem a Hannához, hát Hannuska, édes, hát ne hallja, egy Kossuth Díjas színésznő csinálja ezt velem, hogy én fizessek azért, mert maga engem ne... Ja, édesem, a színpadon fegyelmezni kell magát az embernek, még élek nem veled. Ez is a játékra ment, hát 20 forintot vontak le, de ki volt téve színpadi nevetés miatt 200 forint. És olyan is nyilván volt, amikor te röhögtettél valakit. Igen, az előfordul, de azon úgy nevettettem, hogy én előbb már elröhögtem magam, hogy mire készülök. Tehát abból soha nem sült ki semmi, csak az, hogy... És én azon rögtem, hogy nem tudom elmondani azt, amire készültem egész este. És akkor mindig az van, hogy én ütöm a partnert, ha rám jön a nevetés. Hogy ütted? Hogy aki ott van mellettem, verem, mint szódás a lovát. Úgyhogy volt egy ilyen jelenet, hogy a Jóskánál, hogy 3 ültünk egy padon, a Heller, Beregi, én középen. Bereginek az egyik bajuszát eleresztette ez a mastix, és ezáltal ez így állt, és rám nézett, és a bajusza teljesen ellenkezőleg. Ezt meglátta a Heller, az föltalálta magát, mondott valamit. Én már se ettől a bajusztól megszólalni nem tudtam, tehát a két embernek a két combját
halálosan vertem, ettől még jobban én rögtem, mert edek is elkezdtek nevetni. Úgyhogy folyt a közönségnek a könnye, hogy tudták, hogy ami rendkívüli dolog történhetett ott, és nem őket nem tiszteljük meg, csak bosszantotta őket, hogy nem avatjuk be, hogy mi történt vele a három emberrel ott fönn a színpadon. Sírtunk, de én verem olyankor a partnert, de ezzel nem jutunk semmire, mert még jobban ők meg azon nevettek, hogy ütöm őket. Szóval ördögi, a színpadi nevetést, ha nem lehet megállítani, az végzetes, az halálos. Még az a jó, hogy ez a műfaj elbírja, mert a közönség látja, hogy nem ő miattuk akarunk mi szórakozni, hanem valami rendkívüli dolog történhetett, ami miatt ezek ott hárma magunk. Igen, ilyenkor rendszerint a nyílt színi taps is igen, bejön. Be is hogy, jön, be na, is hogy jön. Ez annyira jó, hogy még a színészek igen, is igen. Milyen jól be szórakoznak. Is jön, be is jön, ilyenkor, mert tényleg látják, hogy itten valami rendkívüli. Ilyenkor az is el szokott fordulni, hogy valami olyan ötlet jön, amit aztán meg is tartotok, nem? Hát talán, ha megbeszéljük, de akkor már nem az igazi. Akkor már művi a beavatkozás. Lencsi, ezeket hogyan érted át egyébként, hogy kiment alólad a Vidám színpad, ugye ott most arról beszéltünk, és aztán kiment alólad a Mikroszkóp színpad. Nagyon nehezen, meg kell mondjam, hogy mai napig nagyon nehezen élem át. Most szerencsém van abban, hogy a Kína színházba, a Karinti színházba kaptam szerepet, és ez egy kicsit, hogy mondjam, megizleltette velem, hogy azért még lehet nekem valami izébe. Ez most nem, ez most egy darab, ugye a lovagias ügy igen. Színű. Nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mi lesz. Tehát ezek nem jelenetecskék, nem, ez hanem, darab, ez hanem, darab. Hanem... De kétségbeejtő a helyzetem, mert folyton az van az eszembe, hogy én már nem vagyok képes, nem kellek senkinek, ez a műfaj nem kell senkinek, nem síránkozom, nem könyörgök, nem talpalok, nem telefonálok, csak úgy síratom magamat, hogy ezért éltem én 78 évet, vagy 80-at a színpadon, hogy még aktuális vagyok, és senki nem figyel ide, ez elszomorít néha, ezt meg kell mondjam neked, hogy még van annyi erőm bennem, hogy felvegyem a telefont, ha valaki azt mondja, nem nekem az oroszlánt, hanem a Lenke, van egy ilyen kis epizód, eljönne, boldogan mondom, hánykor, mikor, hol, hova, miért. De még ez se szólal meg. Úgyhogy azért... De azért ez most nem olyan kis epizód. Igen, na de hogyha ez majd nem lesz, mert én már arra gondolom. Na de várjál, te benne voltál ugye a Sas kabaréjában. Igen, igen. Úgy tudom, hogy valahogy választani kellett, igen, hogy igen, ide mész igen. Vagy oda? Igen, 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 nekem akkor az volt, hogy én akkor már január-februárban kezet adtam a Karintinek, amikor én még nem tudtam, hogy a Jóskának meg lesz a színpad a fészekben. És ha tudtad volna? Ha tudtam volna, hát ha minden ha, akkor egész más minden ha. De akkor ugyanilyen labilitásban éltem, hogy nem volt semmi, és boldog voltam, hogy föl vagyok kérve. És megírta a Pista a számomra a Süket öregasszonyt. Hát de nem hagyhattam ki, és utána jött... Egyébként a... ebben eszelős vagy. Ja, igen. Tehát köszönöm. Itt aztán szépen mindenki alára röhögi magát. Na, hát, tehát köszönöm, egy ilyen eszelős, kicsit szenilis, de azért mindenre nagyon figyelő. Láttad, azért, ugye? Hát én láttam. Én nagyon boldog vagyok, és rubickolok benne. Itt is egy olyan volt, hogy aki előbb szólt, akinek adtam a kezemet, a szavamat, oda tartozom. Nem lehet, korrektnek kell lenni még így is. De miért nincs szerinted igazából? Miért kopik ki ez a politikai kabaré, amit ti csináltatok? Jaj, ha én azt meg tudnám mondani, hogy én akkor a kultuszminiszter lennék, mint gróf Vekerle Sándor. Mert én nagy tévébuzi vagyok most, ugye, hogy kevesebbet játszom, és otthon vagyok. Azt lehet tudni, hogy te úgy hajnali fél háromig, háromig. Én azt nézem. Nézed a tévét, kapcsolgatsz jobbra-balra. Én mivel gyulladásom van, de én nézem. És közben mész a hűtőszekrényhez. Igen, inga járat. Szeszed a libazsíros kenyeret. Töpörtyű is van, meg igen, és sajtok is vannak finomak, és hozzá mindenféle más, ilyen öbligetőszer, de nagyon jó. Na visszatérve... Az öbligetőszer az alkohol. Persze, ez az... fehérbor, finom, édes fehérbor. De visszatérve a kabaréra, nem akarom megnevezni, nem tisztem, hogy én valaki fölött párcát törjek, de amit ma kabarénak hívnak, és én nézem a tévébe, ahol a közönségesnek a csimboraszója csillog ki a képernyőn keresztül, hogy én szégyellem magam. Ez nem kabaré. Bocsánatot kérek, ezt én nem írom alá.
a közönségesség, a drasztikum, a pikantériának a legalacsonyabb foka, nem írom alá. Sajnos, bánt, és nem írom alá. Nem azért, mert én nem vagyok benne, mert talán el sem mondanám, hogyha ilyen szöveget adnák a számba. Hát azért én más emlőkön nevelkedtem, más íróktól mondtam el mondatokat, hát nem tudnám megcsinálni. Ha ez a kabaré, ha ez a profil, akkor sajnos akkor ebben én nekem nincs helyem. Egyébként téged, mert ugye politikai kabaréban játszottál, igen, gyakran, téged a politika érdekel, vagy nem? Nem. Tehát neked csak megírták ezeket, igen, a jeleneteket, és eljátszott. Igen, úgy érdekel. De amúgy te belennél, nézel egy újságba, vagy nem? Nem. Engem úgy érdekelt akkor is a politika, amikor a legvéresebb Rákosi és Kádár rendszer volt, és Róna volt az igazgató, hogy én addig politizáltam, amit a számba adtak, amíg fönn vagyok a színpadon. Ha kiléptem az utcára, én abban a pillanatban magánember voltam. Egy színész az én számomra, az én jellememből nem tartom etikusnak, hogy én direkt kimondjam, hogy én ide, én oda. Nem, én színész vagyok. Én megkapom a szöveget, azt én elmondom, de nem a tisztem, hogy én politizáljam. De nem is érdekelt soha? Na, nézd, érdekel arra, hogy nézem a híradót, hogy mi történik, és akkor tudom, hogy akkor itt szegénység van, ott, hogy gyűjtenek pénzt, akkor a izét, azt fölépítik, a gyereket kiteszik a izébe, ebbe a kis melegítőbe, és hol tartunk, ennek nincs pénze, itt a gyerek nem kap enni, a másik visz neki oda 6 bőrönd ruhát. Eddig eljutottam, de hogy én ezt megfejtsem, vagy én ezen gondolkodjam, hogy hogy létezik ez a mérleg dolog, ez már nem az én dolgom. Ebből kiszállok. Ezért megyek tovább egy másik állomásra. És akkor jól vagyok. Színházba jársz, ha nem jársz? Nem, nagyon nem ritkán. Egyszer emlékszem, soha nem felejtem el, hogy találkoztam a Besenyeivel, jött valamit megnézni a Nemzetibe. Igen. És ugye az olyan állati öblös hangján azért, hogy nekem mondta, de azért, hogy mindenki hallja, mit keresek én a nézőtéren. Júj, drága! Szóval van benned is egy ilyen? Nem, csak az, hogy velem miért nem történik valami. Ez, de hogy én mit keresek a nézőtéren. Tehát te mész még ide nekem az oroszlánt is, három felvonásos darabba főszerepet, akár a fölkérnének? Nekem az oroszlán farkának egy darab szőr kell, amikor én átrohanok egy esernyővel, és a kislánynak azt mondom, dádá, megver a néni, és kimegyek. Csak hogy legyen az, hogy nekem dolgom van. Én nekem 7 órakor előadás szétvegy a függöny, 8 óra 10-kor, dádá, azt nekem el kell mondani. Tehát neked akár minden nap szívesen mennél boldogan mondani, hogy dádá. Boldogan. És nem fáraszt, nem. Ilyen, azért nem vállalok oroszlán fejet és oroszlán testet, csak egy kis farkincából egy szőrt, mert az nem fárasztó. Csak van munkám, van értelme annak, hogy fölkeljek, gondolkodjak, friss legyek, kifessem magamat, és elinduljak. Mindegy, hogy többet én fizetem, mert taxival megyek, meg jövök, de ott vagyok, ott. Te adsz egyébként a nőiességre, tehát Makai Margittól tanultál. Bizony. Aki ugye 92 évesen még játszott a Bösendörferbe, egy Karinti Ferenc darabban a játékszínben. És még nagyon nő volt. Bizony. És erre te is adsz. Tehát tudom, hogy te egy órát készülsz, mielőtt kilépsz. És ahogy kint, tehát nem feketébe öltözöl, mint ahogy ma én, ugye? A természetes úr, feketébe van a nő meg, és a koromat egy kicsit meghazudtolva mindig, hogy mondtam neked, hogy a Honti 80-on túl már hófehérbe járt. Mert mindig a kor mindig megkívánja, még világosabban, minél idős legyen, és mosoly, és szőkehaj. Ez sajnos így van, és ezt köve jó iskolába jártam náluk. Szoktál azért időnként beszélni a saját magad haláláról, és azt szoktad mondani, hogy tulajdonképpen szeretnél színpadon meghalni, szeretnéd úgy, hogy a halál az ne jelezzen előre, tehát ne legyél előtte beteg meg minden, hogy színpadon vagy, igen, és akár mondat közben. Igen, tehát, jó, és a vánok már nem az enyém. Tehát, hogy elmondod a mondat egyik fejek, és a másik nem. Igen, félek a haláltól. Tudnék azért, hogy nehogy úgy legyek, hogy betegség előzze meg, hogy én nem az a friss ember legyek, aki voltam 70, 80, 85, 86 évig, attól félek, hanem mondat közben így most beszélgetünk, és
két mentő, ennél szebb halál a földön nincs, hogy így éljen, ne én szenvedjek, amit szenved egy ember egy életen át. Ne szenvedjek, mondat közben, jó estét, mindig. Családom előtt nem lehet erről beszélni, mert akkor 500 forintot kell fizessek. Tényleg? Igen. Tehát be kell fizetni? Igen, nem fizetem be, tudni 500. Mondom, édesem, most ideadok 1000-et, és annyit beszélek a halálról, amennyit akarok. És nem. A halálról is ilyen nevetve? Igen, igen. Nem szeretik, nem szabad ezt nekik. Ezzel kicsit mondani. Ki is fogsz a halálon, nem? Hogy kiröhögöd? Igen, a kasszása megmondta, még ne kopogjál, édesem, még van egy kis dolgom az életbe. Beszélgetek így gondolatba vele. Lehet, hogy direkt most azt mondja, nézd, ez olyan szemtelen, hogy visszabeszél nekem, még várok egy kicsit az ajtóba. Hát én azt kívánom, hogy még sokáig várjon az a köszönöm, halál ott az ajtóba, és be ne erezd. Nem, Isten ments. Még nem mondom neki azt, hogy jó estét, ki? Nem mondom. Köszönöm, hogy jöttél. Én is örülök, jól beszélgettünk. Én is így érzem. Önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket, viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.